Na szavaztok srácok, én Ákos vagyok, és itt lennétek egy újabb videóval. Még pedig ebben a videóban egy elég jó World of Tanks-es replayt mutattam be, amit közelmúltban mentem. Mostanában elég sokat játszottam a játékkal, volt elég sok jó menetem, de úgy gondoltam, hogy most ezt mutatom be, illetve a későbbiekben majd egy másikat is láthattok tőlem ezen a csatornám. Na, kezdjük is. VK-val játszottam. Ez egy 7-es médium tank, annyit kell róla tudni még, hogy német. Szerintem egy elég jó tank. Igazából a... Nem tudjuk megnézni? Nem tudom, de kezdjük. Na, de egy meg tudjuk. Átlagsebzése 220, és a penye 140, ami kicsi lehet, de... Hogyha használod az AP-t, az már jónak bizonyulhat. Na. Itt úgy döntöttem, hogy elmegyek a halálsorra, még fontos megemlíteni, hogy egyetlen egy arti van, 7-es, 8-as csata, Himmelsdorf a pálya neve. Szóval úgy döntöttem, hogy itt oldalt szépen itt elsunnyogok, ha itt tudom itt mutatni. Itt látjátok, hogy mennyire csatában megszerzett VN8-am, illetve hogy állok, hát nem tudom, hogy nevezzem, de a... esetleg a... Na, mondjuk az ilyen kitüntetés, vagy milyen terén ugye, amit meg lehet szerezni az ágyúra. Nem pontosan tudom, mit csináltam, itt próbáltam esetleg itt nézelődni, vagy esetleg kimenni, de hát a társunk azt elfoglalta ezt a helyet már. Ott egyből felbukkan egy pár tank, a kávét, illetve a másikat gond mentesen átlövöm, úgy vélem, de azért betöltöttem az APCR-t, ami igazából a szernamon, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, de hiba volt, mert azt amúgy is átviszem. Szóval igazából egy hiba volt ez. De mondjuk a 703-at lőttem volna, az nem lett volna egy rossz ötlet. Nálunk már el is hullott egy ember, egy light tank, vagy hát igazából nem egy emberi tank. Nagyon jó, én osztogatom a damage-eket, ő patantról már szörne van. Már van egy kis damage jam, ezt a rövést elrontottam, mert tudja sem, mert nem sebzett. Vagy elrontottam? Nem, mert sebzett, akkor nem rontottam el. Igen! Csak ő rontott el, jó, ezt lepattantam most innen. Igazából már 622 damage, 280 pattintot, és 292 spotolt, ami szerintem elég jó. Nagyon megszedem magam, tényleg már 1000-nél járok, és ki is végeztem magát a tankot. Itt ezt a sort jelenleg még két tank védi, 2-2 az állás. Nem tudom, szerintem itt a KV3-ot akartam nézni, csak azért nyilván nem akartam így kimenni, mert nem akarok csak úgy HP-t veszteni, későbbiekben jól jöhet, és igazából jól is tettem, mert jól jött. Itt nagyon szerencsém volt, hát csak egy szempontból, mert az egyik az, hogy track volt, a másik pedig az, hogy itt meg is álltam a replayt. Szóval igazából az volt a szerencsém, hogy mellé lett, csak a másik pedig az volt a rossz, hogy ugye én tracket lőttem neki. És igazából ez lehetett volna jó is, csak ugye nem nagyon volt így támogatás. Igazából azért mertem még egyszer itt kint maradni és lőni, mert ugye itt láthatjátok itt a töltést, ez egy mod, nem csalás. Mondjuk ez szerintem gyorsító meg bármi nélkül mutatja, és hogyha van, akkor megszívhatom, de azért az se gyorsít annyit, szóval igazából kimartam, lőttem egyet, azt már mentem is vissza igazából. Ezt sem nagyon értem, mert lepattant, valószínűleg azért, mert már nagyon siettem, és pont úgy ment a lövedék. Egy tanknyi előnyünk van, most már kettő. HP-ban nem sok. A társunk az tényleg nagyon szedi őket. Jön egy szörna van is. Full HP van a KV3, még mindig, de melyet ez nagyon rosszul érkezett. Lehet kicsit a távolság miatt nem annyira megy be, bár fölé lőttem, lehetett látni. Én most betaláltam egy lövedéket, ő pattant róla, mert pont akkor mentem vissza. Meg úgy látom, mint a kis gánya is lenne. Leadtam rá már két lövést, és ezzel el is értem a tüzelés. Jó, ezt most megszívtam, és ráadásul a lövedékem az mellé is ment. Nem tudom itt, mióta szerintem valami történt. Ez is elég fura volt ez a pattintás. Szerintem előbb felrántott az egérből, nem tudom. Oké, itt kapom a spotoltakat, nem tudom, egy jó pár szó pattant, nem tudom miért volt. Lehet felé, mert nem tudom. Te itt már 1600 damage-nél, a pattintot is van, bár az elég fura, de örülhet neki. A kombinált is, elértük ezzel a két killt, jelenleg 3 tanknyi előnyben vagyunk. Elég lovon van, szóval úgy látszik, hogy ezt az oldalt behúzzuk. Ott látom a Ferdinándot, megállom, hogy ellője magát. Én innentől már úgy vagyok, hogy bevállom, meg azért a töltése is se ilyen gyors, olyan gyors. És ezzel megszerzem a harmadik killem. Nem. Ezt már szerezte meg.
Na, itt ugye egy borászat van, meg itt egy Ferdinand, ami nagyon rosszul jött ki. Mellé lövök, de nagyon gyorsan próbálok fedezébe menni. A trekkére megyek. Itt mondjuk nem azt lőttem meg, de amúgy azt kellett volna, de mindjárt letrekkelem. Minden igaz. Na, de az ellenfélben már tényleg nem marad sok tank, 4 tanny előnybe vagyunk, jót kapja a trekket. Ott én addigra már elmegyek, amire ide néz, és így, hát most bekaptam egyet a szuperhelgettől, de így le tudom farmolni, és mivel elbújtam a fedezékbe, ezért a szuperhelket se tud onnan lőni. Az ágyú a kicsit kitakarja a dolgokat, de nem baj, próbálom lőni a helket, hát ez kicsit mellé ment, mert elsiettem. Nyilván azért, mert nem szerettem volna több damage-t bekapni. Ott bekapom én is a damage-et, de legalább ő is, ami elég jó. Igazából 2500 damage, közel 1000 bottle damage. Van még az ellenségben igazából 2000 HP, 4-en maradtak. Itt tényleg már azért elég sok V8-ot megszereztem a csatába, elég sok mindent tettem ezért a csatáért. Azért ez elég jól sikerült, de még nyilván nincs itt vége, még azért lesz egy kis lakoma, hogy úgy mondjam. Ott a Suzat PM, igazából gyorsan próbáltam elönni, nem volt értelme, elrontottam, igen. De megfogom és lerammolom. Igen, igazából ez se teljesen értem meg, mert kicsit több HP-t vesztettem nyilván, de nem baj, legalább kaptam egy ilyen medált is, de nyilván nem a medál miatt csináltam. Na, ott van egy full HP-s T20, igen. Abból egy-két lövest mellé fogok lőni, amit nagyon sajnálok. Itt nincs sok HP-m, egyből meg is lő engem, és igazából kijött volna, akkor megölt volna engem, szóval nem tudom, miért nem jött ki, de igazából ez csak nekem jó. Nem tudom, ez egyik lövés mellé. Aha, ez. Nem, akkor meg volt, jó. És akkor így lett a csatába 3200 damage-em, 530 patintottam, és közel 1000 spotol damage-em, 3 kill, mit kell tudni? Hát elég jó csata volt. Ennyit erről. Nekem tetszett, nyilván a kill az nem volt olyan sok, meg nyilván azért damage, de szerintem ahhoz képest, hogy 7-es tank, meg hogy médiumként, szerintem ahhoz képest jó. És szerintem ez egy elég jó meccs, lehet az életem egyik legjobb meccse. Olyasmi, elég jó volt, tetszett nekem. És akkor mindjárt láthatjátok a pontosabb adatokat, statisztikákat. Szóval itt is láthatjátok a statisztikát. 34.000 kreditet kaptam, és több mint 7.000 XP-t. Itt okoztam kritikusat, láthatjátok. A Su 130 PM-nek, a KV3-nak, a Sörnamondnak, illetve a Ferdinandnak. A Sörnamond, a KV3-at, illetve a Su 130 PM-et öltem meg. Itt láthatjátok tényleg a statisztikákat, a medálokat, ami tüzelés, örök párbajozó, zúzó, a istenkeze a szem, nyilván itt a tank ász és a László medál. Láthatjátok itt a team score-t, illetve a pontosabb adatokat. Nem kaptam olyan sokat, de azért szerintem ez elég jó. Nyilván ha prémium lett volna, akkor többet kapok, bár itt ugyanannyit mutat, de hát mégis többet kapok prémiummal. Ez valami bug lehet. Szerintem tényleg egy elég jó csata volt. Én élveztem. És tényleg ennyi. Tényleg egy nagyon jó csata volt szerintem.